No, megyünk kocsival. Szépen lassan. Vigyázz. Aha, nézem, látom közben, hogy látom, elég magas. Kurva magas. Nagyon szép. Itt különben úgy szoktak, hogy itt megállnak. Igen. És akkor legyalogolnak. Hova? Hát itt a Békás szorosba. Mert ez már az itt folyik a mellettünk a patak. Aha. A Békás patak. Ez jön ki a tóból, ugye? Igen, 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 igen. Jó lenne, hogyha nem lenne maszatos az üveg. Belülről. Itt mikor voltam itt, akkor havazott áprilisban. Hopp, itt egy szikla. Leesett. Lecsúszott. Ja. Oda nézd, milyen magas kicsi. Hát ez baromi jó. Kicsit sötét. Az erdő. És a szöveget is veszed fel? Aha, persze. Hát amit pofázok, azt felveszem. Vagy felveszi a hangot. Ez milyen jó. Aj, de jó. Itt megyünk el alatta. Hát igen, itt egy kicsit üzés. Megvan különböztetve különben úgy, hogy a ördög torok, ördög garat, meg nem tudom, lehet, hogy hülyeséget mondtam, az ördög torok az biztos. Itt is elmegyünk egy szikla alatt. Megállunk, hogy megelőzzön minket a csávó. Úgy. Jó, elment. Hoppá, ott a izé. Ott a kereszt. Az baromi magasan van. De az tudjuk, hogy miről híres? Hát arról híres, hogy ott mindig szoktak csinálni egy, minden évben van egy mise, fölmászik oda. Oda csak sziklafalon lehet fölmászni, és minden évben van egy plébános, aki oda fölmászik, mit tudom én, valamennyi hívvel, és akkor ott tart egy misét. Erről híres. Egészségükre. Aztán, hogy azt kivitte oda föl, azt nem tudom. Itt egy kanyar, elég intenzív. Még egy. Peugeotnál az volt a jó, hogy ott be tudtam rakni a kormány közé ide a fényképezőgépet, és akkor faszán vette a... Hogy hívják ott? Kicsit köd van. Na ez az ördög szoros, vagy az ördög torka? Valami olyasmi. Aha, itt majdnem, hogy egy busz se fér el. Hát igen. Itt leparkírozunk. Csatlakozunk ez a szállt. Hú, most kiszállok. Kézifékbe. Jó. Nehogy leguruljunk innen. Hú, de jó illat van. Ilyen hideg, nyírkos, vizes. Nagyon szép. Most fölmegyek, figyelj. Oda néz. Az nagyon komoly. Ott is. Meg ott. Hát ez a Békás szorosnak. Most ez nem tudom, hogy pontosan melyik része. De lassan lemerül, még van 15... Hú, azt hiszem szúnyog, de nem szúnyog. Közben ott lent majomkodnak. Az emberek. Hú, de tényleg annyira jó. Fordítom így is. Ja, így nem fordítom, mert nem fog jól látszani. Megpróbálom így érzékeltetni, hogy mekkora, vagy milyen magasságban vagyunk. Közben a kollégának a feje belógott, csak így felviszem.
ott van még a hegy. Elég komolyan felfele fordítom. Ez azt hiszem az ördög. Ördög torka, vagy valami ilyesmi. Majd utána nézek. Nem tudom mi ez. De hogy kicsi, az biztos. Itt gyalog jól lejönni. Most annyira felfele tartom különben. Beállok ide, az útra. Remélem nem jön semmi. És akkor kb. Ilyen magas. Jön valami mögöttem, valami nagy állat. Hűha, kap biztos? Biztos kamion jön? Hú, de be lehet bújni. Ah, nem bújok be, mert jön egy autó. Még elüt. No, itt most megállítom, fényképezek egy párat. Szeretlek.